Gyertek közelebb! Itt vannak a gólók. Megfogtam. És lehet, hogy ezért meg fognak ölni engem, de legalább lesz egy jó végérsem adásunk. A más lesz az utolsó, amit csinálok. Portugália. Tehát az van, hogy a pirosban vannak az országok, a kékben pedig a grupok, azt mondjuk magyarul, csoportok. Nem szokták csinálni a tévében, ezt mindig tök imádom nézni. Mira jó pofa. Na jó, kezdődik újra a próba. A rendező úr azt kérte tőlünk, hogy én ennél a lyuknál kell, hogy legyen a bal kezem. De nehéz ám figyelni, amikor másik 600 dologra is kell. De szerintem ez menni fog. És nekünk nyilván tök jó, hogyha látjuk, hogy mi megy éppen az adásban, tehát mi az, amit ti is látok, és erre való ez a kamera itt. Ha megnézitek, akkor én így konferálok, és látszódik is. Most a Peti van benne. Köszönjük szépen! Mike az EHF-től mondja el nekik, hogy akkor mikor kell följönniük meg, hogy is nagyon helyesen figyelik őt. Olyan nagyok, hogy gyakorlatilag ilyen falként állnak, úgyhogy én a Mike-ét például innen nem látom. De mindjárt kezdünk. Már elvileg a próba is megvolt, úgyhogy a játékosok tudják, hogy mit kell csinálni. Nézzük meg, hogy tényleg. Szervusz! Szia! Lehet, te túl magas vagy, lehet, hogy ide föl kell tartanom, hogy lehessen hallani. Figyelj, te tudod, hogy milyen feladatod? Én mindent tudok. Tényleg? Persze. Semmi baki nem lesz? Nem. Ha lesz, kiröhöghetlek? Én téged. Az biztos. Gyorsan meg tudom mutatni nektek az új lasztit. Ez lesz az új labda. Ezzel a labdával fognak játszani a játékosaink. A magyar fiúk is már a 22-es erdén. Én nem tudnám megfogni. Nézzétek! Akkor nem tudom fölemelni. Nem is nekem kell. Pillanatokon belül kezdődik a sorsolás, és ahogy látjátok, most már nagyjából kezdek kész lenni. Milyen volt a próba ez a 4,5 napos? Pörgős leginkább, főleg ez a legutóbbi. Tényleg én is csak kapkodtam a fejem, de én szerintem egyébként egyelőre minden a körülményekhez képest rendben van. Tehát mennek a bejátszók, itt vannak a vendégek, hát muszáj lesz. De most tök között megvan a fejedben, hogy most mi van, mert nekem most semmi nincs jelenleg. Ha most még nekem sem, de amikor majd elkezdődik, akkor szerintem így szépen lassan jönnek vissza. Annyira remélem, hogy igaza lesz. Hát akkor figyelj, ez mindig legyünk királyok. Szokott lenni. Jó van, jó szórakozást, Viktor. Neked is. Minden készen áll a sorsorásra, úgyhogy kezdünk is. 3. 2. És a kétek. Welcome to all our handball friends at home. És íme az EB sorsolás végeredménye. Ahogy látjátok, Portugália, Izland és Hollandia látogat Budapestre, a magyar válogatott pedig a hollandokkal kezdi meg az Európa-bajnoki küzdelmeket, amely a budapesti aréna első mérkőzése lesz. Debrecenbe a világbajnok dánok érkeznek, emellett sok hazánkban játszó kézilabdázóval szereplő Szlovénia is ott lesz, míg Szegeden igazi halálcsoport alakult ki, a horvát, szerb, francia, ukrán négyesből csak kettő juthat tovább. Tartsatok velünk legközelebb is, de addig is megtaláltok minket Facebookon, Instagramon, YouTube-on, jelen vagyunk a Spotify-on, valamint a Watch Games C-More weboldalunkon minden fontos információt megtalálhattok a 2022-es Európa-bajnokságról. Ezen a felületen tudjátok megvásárolni a budapesti, debreceni és szegedi helyszínekre is a jegyeket és bérleteket. www.watchgamescmore.hu